Úgy kell beállni egy korporét világba, a nagyvállalati világba, hogy az ember azt lássa, hogy ez nekem egy lehetőség arra, hogy tanuljak két dologról. Tanuljak arról, hogy mi működik, és lássam, meglássam azt, hogy mi nem működik. Ez nem azt jelenti, hogy kritizáljam azt, ami nem működik, és ebből utána valami beszavazó show-ba én népszerű leszek, ez nem segít. Tehát az éles látásomat kell növelni. És hogyha valaki tudatosan fejleszti az éles látását, a többi jön magától, akkor látom, hogy milyen kompetenciákat kell fejleszteni. Legyetek tudatosan és okosan kíváncsiak. Mit jelent ez? Nagyon sok embert interjú voltam meg én magam is, és azt mondom, hogy egy átlag magyar munkatárs egy interjú során 1,4 kérdést tesz fel. Egy jót és 4 olyat, ami talán neki fontos, de semmiben nem segít. Én olyan interjún, ahol legalább 10 kérdést nem tettem fel, nem vettem részt. Amikor bemegyünk egy interjúba, és itt kezdődik, akkor mi nekünk meg kell érteni, hogy mire szerződünk el. Nagyon komolyan szét lehet választani siker és a boldogság fogalmát. Akár magánéletben, akár üzleti életben. A siker az, amikor fölérünk a csúcsra, és úgy szétnézünk, talán még ünnepeltetjük magunkat. De a boldogság az az, amikor mész fölfelé. És én azt az egy dolgot tartom talán nagyon fontos tulajdonságnak, hogy útelágazásnál szívesebben választom a hegymenetet. Egy multinacionális vállalatnál, vagy multinál, hogy röviden mondjuk, rengeteget lehet tanulni. Én a karrierem 9 éve alatt 3 ilyen cégnél is dolgoztam, és bár mindig is buzgott bennem a vállalkozói vágy, hogy én majd vállalkozó legyek, de nagyon-nagyon hálás vagyok ezekért az évekért. Mai vendégem egy lenyűgöző karriert tudhat maga mögött, olyan cégeknek volt az első számú vezetője, mint az Accelero, a Graphisoft, vagy éppen a Microsoft Magyarország. Köszöntöm nagy szeretettel Drajkó Lászlót itt a stúdióban. Szervusz, köszönöm szépen a meghívást. Nagyon sok titulust tehettünk volna a neved után, de mégis azt kérted, hogy úgy mutassalak be, hogy partner. Mit jelent az, hogy partner, Laci, számodra? Partner, hát ugye ez a multivilág utáni létnek egy nagyon jó megfogalmazása. Én olyan üzletekbe, olyan tevékenységekbe szállok be, ahol az érdekek nem egy struktúrából fakadnak, hanem egy közös cél elérésében. Tehát ez mit jelent ma készpénzre váltva? Ha startupokba beszállok, akkor azt mondom, hogy partnerek vagyunk, mindenki kisebbségi tulajdonos, mindenki a közös érdekért dolgozik, és egymással nem autoritásból kommunikálunk, egymással úgy kommunikálunk, hogy a közös cél, a közös érdek elérése érdekében, mondjuk úgy, hogy terelgetjük, néha kihívásokkal kezeljük egymást, de ez egy nagyon fontos minőségi váltás ahhoz képest, amikor pozícióból az ember megmondja lefelé, hogy mit kell csinálni, és mélyen meghajol fölfelé, hogyha megmondják, hogy mit kell neki csinálnia. Szóval most már nem ezt csinálod, de azért voltak olyan időszakok az életedben, amikor ez rád is jellemző volt, és legalábbis a munkád ezt megkövetelte. Az a kérdésem, hogy ugye megneveztem néhány céget, majd beszélhetünk róluk akár külön-külön is, de hogy tudtad azt elérni, hogy az egyetemről kijöve már szinte első számú vezetői pozícióba kerültél? Mi volt ennek a titka a 90-es években? Ugye egy jó kérdés ez. Én azt gondolom, hogy 90-es évekig Magyarországon nagyon vezetést, igazi, úgymond emberek vezetését nem nagyon tanították. Nekünk volt egy borzasztó jó gyakorló terepünk, ezt Schönherz kollégiumnak hívták, amiről nagyon-nagyon érdekes sztorikat lehetne mesélni, de én számomra ez egy fontos terület volt, ahol én a kollégiumi önkormányzatot vezettem, a kollégiumi önkormányzatban dolgoztam is, illetve komolyabb, nagyobb rendezvényeknek voltam első számú vezetője vagy csapatvezetője. Tehát nagyon sok olyan gyakorlatot találtam, ami hasznos volt. Ezek a gyakorlatok is választott vezetői pozíciók voltak. Nekem ez nagyon-nagyon sokat segített egyik oldalról. Másik oldalról az is nagyon fontos ebben, hogy a saját ambícióimnak a vektorait megmutatta. Tehát, hogy én milyen irányba szeretnék haladni, az nem egy sejtés volt, hanem éreztem azt, hogy én hol vagyok olyan üzemmódban,
hol vagyok abba a zónába, ahol szeretek lenni. Szóval a kollégium egy nagyon komoly kiképzést adott számodra. Egyébként elárulhatjuk a kedves nézőknek és hallgatóknak, hogy mi ugyanabban az iskolában nevelkedtünk, ugye én is Schönherces voltam, igen. És én azt annól nagyon sokszor úgy hívtam, hogy a Schönherc az gyakorlatilag egy állam az államban. Tehát ott 1000 ember egy külön világot hozott létre, ahol speciál mi a társaimmal szakkollégiumot alapítottunk, én a kollégiumi számítástechnikai kört vezettem, szponzorációs szerződéseket kötöttem, akkoriban több millió forint értékben a kollégium nevében. Szóval az egy igazi fejlesztő terep volt, ahol az ember a vezetői szkíjeit, a személyiségét, a szakmai tudását hatalmas léptékben tudta fejleszteni. Ez így van, sőt, sajnos ma már nem igaz, de hosszú ideig ez jogilag is így volt, tehát a felsőoktatási törvény még az átkosban is egy önkormányzati képességgel ruházta fel a felsőoktatási intézmények kollégiumát. Ez ma sajnos nem így van, ők be vannak csatolva az egyetemekre, de ez akkor adott egy lehetőséget, és azt gondolom, hogy több kollégiumban különféle módon éltek ezekkel a lehetőségekkel. Érdekes módon a jogász, közgazdász kollégiumokban elsősorban politikai irányban bontakozott ez ki, és egy műszaki egyetemi kollégiumban pedig gazdasági irányba. Tehát mi egy ekoszisztémát építettünk ott, ahol megvoltak a bevételi, megvoltak a kiadási oldalak. Tehát azt lehet mondani, hogy életben tanultuk a piacgazdaságot, és megvoltak azok az önálló tevékenységi körök, amit említettél, például számítástechnikai kör, vagy videóstúdió, de akárha olyan furcsaságokat mondok, amiről nem sok mindenki tudja elképzelni, hogy lehet ez, szörfklub, síklub, ahol nem az egyetem, nem az állam pénzéből, hanem a kollégium bevételeiből lett egy úgymond jóléti kollégium fenntartva. A kollégium évek után hogy kerültél cégek első számú vezetői pozíciójába? Ugye ránk köszöntött a rendszerváltás 90-ben, ez volt az én utolsó egyetemi évem, és rengeteg európai ösztöndíj jött akkor be. Gyakorlatilag a mi évfolyamunknak több mint 10%-a azonnal ki tudott menni külföldi ösztöndíjakra. Én ott egy taktikai döntést hoztam, ugye angol nyelven kerestem ösztöndíjat, amiből mindenki úgy első gondolatra hová akar menni, Angliába, vagy Skóciába, esetleg Írországba. Én Hollandiára bögtem rá. Azt gondoltam, hogy egyfelől ugye tudtam, hogy az angol nyelvet ott gyakorlatilag aki írástudó beszélte, tehát ez ilyen szempontból jó. Voltak ajánlatok, és a jelentkezési ráta az nem ugyanaz volt egy-egy ösztöndíj pozícióra, mint Angliában. Tehát azt gondoltam, hogy ez egy optimális jelentkezés. Később jöttem rá, hogy mennyire volt optimális, mert nem csak az számít, hogy könnyű volt bekerülni, hanem egy igazi kulturális sok volt Hollandia. Tehát én 92-ig ott voltam egy olyan ösztöndíjon, aminek a feladata az volt, hogy a diplomamunkát megírjam, Delfti Műszaki Egyetemen, ez ma a világban a top 10 műszaki egyetem közé tartozik, talán tavaly évben a 7. volt, tehát abban, ahol a MIT, illetve hasonló egyetemek vannak. A kulturális sok pedig az volt, hogy mennyire máshogy közelítették meg az oktatásnak a ciklusát, mint mi Magyarországon. Tehát fantasztikusan jó oktatóink voltak a műszaki egyetemen, viszont az oktatás központjában az volt, hogy feladatmegoldó mérnököket csinálja. Hollandiában teljesen más volt. A holland oktatásnak a kezdete az nem a feladatmegoldás volt, nem a tudás visszaadása volt, hanem probléma, keresés, találás, analízis. Tehát milyen problémát akarsz megoldani? Hát ez kezdetben számomra egy nagyon-nagyon furcsa dolog is volt, amikor a professzorom megérkezés után megkérdezte, hogy László, mi a problémád? László ezen elgondolkozott, és azt mondta, professzor úr, minden rendben van, beköltöztem a szállásra, itt a számítógép, amit kaptam, hát én, mit kell csinálni, mondják? Mi a feladat? Mi a feladat? Így van, ahogy mondod. Mondta, nem, milyen problémán akarsz dolgozni? Ami a feladat, meg fogom csinálni, csak mondják meg, mi a feladat.
Mondja, na jó, segítek neked, László, tehát hogyan szeretnéd az emberek életét boldogabbá tenni? Hát itt magamba zuhantam egy picit, hú, mondom, bölcsészkarra érkeztem, itt valami gond van. És hát ez egy kezdeti két hónapos sok volt, hogy megértettem, hogy a megközelítés az volt, hogy ne csináljunk valamit, ami olyan, mint máshol van, hanem keressünk megoldatlan dolgokat, és ezek a megoldatlan dolgoknak a megoldásán először csak tűnődjünk el, hogy mit is lehet vele kezdeni. Érdemes-e vele foglalkozni, megoldható-e a probléma, és vajon érdemes-e megoldani, tehát közgazdasági logika is van benne. Tehát volt egy ilyen, mondjuk úgy, egy ilyen adománya ennek a túrának, amit követve, amikor hazaérkeztem, hát nem is igazából hazaérkeztem, mert első munkaköröm ezek után majdnem félúton volt haza, a német-holland határ másik oldalán, Düsseldorfba kerültem. Amikor ott fölvettek embereket, akkor azt látták, hogy van itt egy magyar, aki máshogy gondolkozik, mint a többi magyar. Ők épp magyart kerestek, és minthogyha ez abba az iskolákba járt volna, ahova mi jártunk. Tehát én nekem ez volt egy ilyen abszolút katapult a karrieremre, hogy belőtt, hogy a gondolkodási sémáimra nagyon nagy hatással volt a külföldi ösztöndíj. És most ez egy apróságnak tűnhet, hogy valaki mindig feladatokban gondolkodik, vagy inkább problémákat keres, és arra ad megoldást, de hogy mekkora változást tudott ez beindítani benned és a karrieredben, és zseniális. Ez bízom benne, hogy kedves nézők, hallgatók, ti is hallottátok, hogy egy apró gondolatváltás, egy paradigmaváltás, igen. És szinte utána katapultált a karriered, ezt mondhatjuk? Mondhatjuk, igen, mert ezek után egy mérnöki állásba kezdtem Németországba, 92-be, egy amerikai cégnél. Annak idején a számítástechnika szoftver világába és a hálózatok világába szinte egyedülalkodó Novellnél, és két év múlva, amikor ez a cég irodát nyitott Magyarországon, akkor annak én lettem az első számú vezetője, Németországból hazaköltözve, de 26 évesen ügyvezető igazgató voltam egy amerikai cégnél. Hát ez akkor tényleg egy kicsit korábban volt a megszokottnál. Hogy kezelte ezt az egód? Azért 26 évesen egy ilyen komoly pozícióba bekerülni, hogy jelte ezt meg? Ez egy érdekes kérdés. Én azt gondolom, hogy hosszú távon vezetői pozícióba lenni, az mindenkinek hat az egójára. Tehát ezt nem lehet azt mondani, hogy nem hat. Talán, hogyha az ember 4-5 cikluson túl van, akkor utána eljut oda, hogy megérti ennek a ciklikusságát. Tehát pedig az élet erre készít. Tehát elmegyünk iskolába, alsó tagozatosok vagyunk, ahol én jártam, egy picit talán külön helyen is volt az alsó meg a felső tagozat. Tehát a kisiskolás elsősként kezdjük, negyedikesként már milyen nagy gyerekek vagyunk, aztán ötödikesként megint kis gyerekek leszünk, elsős középiskolában megint kis gyerekek leszünk, egyetemet és gólyaként kezdjük. Tehát ugyanez a ciklikusság megvan a karriervilágában is, és rá kell jönnünk, hogy nem csak az egónkat kell növelni, hanem hosszú távon van ez a kifejezés, hogy a servant leadership, tehát a szolgáló vezető, aki akár ügy mögé, akár szervezet mögé egy szolgálattudattal megy. Ez egy időben azt gondolom, hogy fontos részévé vált az én karrieremnek, hogy megértsem azt, és voltak nagyon-nagyon szerénységre kényszerítő pillanatok, tehát dolgoztam olyan környezetben, ahol azt mondom, hogy ha a cégen belül mondjuk csak egy egyszerű IQ-tesztet csinálunk, akkor a cégnek az egyik fele biztosan magasabban futott volna be, mint én. Tehát nem kell nekem, és nem is tudok lenni a legokosabb, nem is tudok lenni a legnagyobb ember, főleg borzasztó erős szűrőket kell építeni arra, hogy minden visszajelzés, amit kapunk, az már erősen vagy csomagolva van, és ez a jobbik eset a kritikákra, vagy pedig a visszajelzés, hát még egy kicsit photoshopolva is van, hogy jobban néz ki, mint ahogy gondoltam, hogy
Tudja, főnök, én mindig mondtam magáról, hogy maga egy nagyon-nagyon okos ember. És akkor ezeket le kell tudni kezelni. Hát jó esetben ez jön idővel, a rossz esetről most nem beszélünk. 26 évesen ügyvezető lettél egy amerikai cégnek az itthoni képviseletében. Hogyan haladt utána a karriered tovább? Hát ugye én azt gondolom, sikerült elkapni azt az időszakát a cégnek, ami a csúcspontja volt, tehát borzasztó nagy piac részesedéssel egész világon voltunk. Én ott voltam Németországban 2 évet, utána magyarországi leányvállalatot 2 éve végvezettem, amikor fejvadászok lecsaptak rám, és egy Compaq Computer nevű, akkor a világ legnagyobb személyszámítógép gyárához kerültem, szintén ügyvezetői pozícióba. Tehát fejvadászat áldozatává esve az a karrier balesetért, hogy egy nagyobb cégnek kerültem az első számú vezetői pozíciójába, ahol szintén 2 évet töltöttem ide, haza majd egyfajta előléptetésként a kelet-európai, és itt most nem a közép-kelet-európai, hanem a nagyon kelet-európai régiónak lettem az ügyvezetője Münchenben. Tehát költöztem vissza Németországba. Ezt csináltam az ezredfordulóig. Mi az, amit ott tanultál meg, ami szintén beépítettél a személyiségedbe, a vezetői szkíjeidbe? Hát azt gondolom, hogy a két cég között volt egy lényeges különbség. Tehát a Novell világában, a szoftveresek világában borzasztóra sokat számított az, hogy az ember valahol értett ahhoz, amiről beszélt. Tehát, hogy én egy szakmai vezető voltam, az ügyfelekkel mély szakmai diszkusziókat kellett csinálni. Viszont a számítógépgyárnál általában nem mérnökök voltak a vezetőik, az első számú vezetőik, tehát ott igazából azt mondhatom, hogy ez egy nagyon erős gyakorlati MBA kurzus volt abban, hogy akkor számok, tervek, végrehajtások, tehát 3 dologra koncentrált, és utána majdnem minden pozícióban ez volt, hogy mi a cég stratégiája, mi a cég végrehajtási terve, ezt hogy kell lemenedzselni, és ehhez hogy teszed hozzá az emberi képességeket, emberi kompetenciákat, hogy ugyanabba az irányba álljanak és mutassanak, ahol a tervek. Tehát ott gyakorlatban megtanították azt, amit annak idején még egyetemen a Duna másik oldalán tanították. És aztán utána jött az Accelero, ha jól emlékszem. Igen, igen, igen. Gyakorlatilag neked fontos szereped volt abban, hogy Magyarországon széles sávú interneten tudjunk szörfözni. Igen, ugye? Igen, igen. Hát ez egy érdekes korszak volt. Én nagyon-nagyon pozitív élményekkel éltem meg ezt, ugye ez a 2000-es dotcom lufi kibukkanása, tehát ott volt az első a nagy válság 98 és 2000 között a gazdaságban, a világban, amikor volt egy visszaesés, viszont ezzel együtt egy új technológia jött a piacra, én akkor Németországba vezettem. A mai napig azt gondolom, hogy az én kiválasztásom annak idején egy Matáv és a két tulajdonosa kompromisszuma vagy konszenzusa volt, ezt mai napig nem tudom megmondani, hogy melyik, tehát az amerikai tulajdonos borzasztóra örült, hogy egy amerikai cég első vezetői pozíciójából hoznak embert, a német tulajdonos nagyon örült, hogy Németországból jön egy ember, a Matávnak a felső vezetése pedig nagyon szerette volna, hogy nem egy külföldit raknak ide, és a kiválasztásban azért talán azt is meg kell mondani, hogy nekik azért nagyon nagy szerepük volt, tehát egy magyar kerül ide, és akkor mondhatjuk talán, hogy annak idején az Accelero néhány korábbi Matáv befektetésnek az összevonásával és egy új brand létrehozásával első gondolatában egy tőzsdére törekvő cég lett volna, és erre kerestek egy vezetőt, és erre az állásra érkeztem haza, ami egy fantasztikus lehetőség volt, és 2000-ben azt mondják valakinek, hogy több milliárddal megtámogatott kvázi startupot tud alapítani, nem nulláról, de a feladat
majdnem nulláról indult szélessávú internet elterjesztése. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon izgalmas feladat volt. Tehát mondhatjuk, hogy pénz, paripa, fegyver, minden ott minden volt, ki voltak jelölve a célok, igen. És onnantól kezdve már rajtad, illetve igen, a csapatodon állt, hogy ezt hogy tudjátok igen. abszolválni. Igen. Úgyhogy hát ez egy fantasztikus lehetőség volt, és nagyon-nagyon sokat lehetett tanulni, hogy mi mindent addig megtanul dolgokat a multivilágból, hogyan lehet úgy Magyarországon alkalmazni, hogy igazából te egy magyar céget építesz, de mindennel, ami megy a multiknál. Mondasz néhány konkrétumot ezzel kapcsolatban? Én azt gondolom, hogy vannak a mi gondolkodási sémáinkban ilyen Amerikával azonosított dolgok. Tehát mondhatnám az agymosást, mondhatnám a brandinget, mondhatnám az értékesítést, és ezt mi gyakran egyfajta intellektuális cinizmussal lebecsmérelve mondjuk, hogy persze, hát az egységsugarú amerikai elnézést, ez a kitétel csak a mérnökök számára igazából érthető, ez is megfelel. De én azt gondolom, hogy ez ennek sokkal mélyebb, sokkal humanoid gyökere van. Tehát ott volt az a történet, amikor azt mondtam, hogy kollégák, játszunk már valamire, egy cégre gondoltam, találjátok ki, melyik az a cég. A cég brandje a legismertebb brand a világon. A cégnek a jelképrendszerét mindenki ismeri, a küldetését mindenki ismeri. Valószínűleg a terméke minden ember által a legvágyottabb termék. A cég alapítóját biztos, hogy meg tudják nevezni az emberek, és a cégnek talán legtöbben a mai CEO-ját is meg tudják nevezni, és ezen a gondolatmeneten mentem végig. Mit gondolsz, milyen tippek érkeztek rá, hogy kiről beszélek? Most Steve Jobs ugrik be. Például ez egy érdekes jó tipp. Hát én a katolikus egyházról beszéltem, ami egyáltalán nem amerikai, ami egyáltalán nem most született. Ugye elnézést, tehát nem szeretnék senkit megsérteni a vallásában, a saját vallásomról beszélek, tehát fogadjuk ezt úgy. A cég CEO-ja természetesen a pápa, ugye Jézus Krisztus egyházáról beszélünk, de ami ennél sokkal, de sokkal érdekesebb, a kereszt, a 10 parancsolat, minden, hogyha a cégnél nézzük, mi a termék idézőjelbe, az örök élet. Tehát valószínűleg jobb, mint egy iPad. Tehát hogyha ezt összerakjuk, az, hogy mi emberek hogyan fogadunk el egy célt, hogyan fogadunk be valamit, akár fizetünk érte termékként, stb. Annak a szervezeti sémáit letették 2000 évvel ezelőtt. Tehát amikor az ember szervezetet épített, akkor arra kellett felfigyelni, nem elsősorban, hogy miben más egy amerikai cég, miben más egy magyar cég egy amerikai cégtől, hanem miben azonos. Tehát, hogy a szememet egy másik kereső algoritmus futtatta be. Mi az, ami működik, és működne nálam is? Tehát építettünk egy brandet, ami a kollégák számára szerethető volt, ami a piac számára szerethető volt. Ugye el is léptünk az akkor nagyon domináns, egy kicsit monstrumként, örökségként értett Matáv brandtől. Nagyon fontos lépése volt az, hogy önállóan egy más világot jelenítettünk meg. Nevünkben megfogalmaztuk, hogy az internet elterjedését szeretnénk felgyorsítani. Meg volt a küldetéstudat. És utána ennek megfelelően mögé állítottuk a céget részletenként. És nem azt néztük, hogy mi miben különbözünk a multiktól, hanem mik azok a dolgok, amelyek ott működtek, és itt is be tudjuk hozni és működtetni. Mi vezetett ahhoz, hogy az Accelerót is elhagyd? Hát, bezárult egy újabb ciklus? Én azt gondolom, hogy igen, ezt lehet finoman így is mondani, hogy bezárult egy újabb ciklus. Volt ennek egy konfliktus oldala, azt nagyon nem akarom kibontani itt, de alapvető ellentétek is megjelentek.
akkor a tulajdonos már nem egy német-amerikai tulajdonosi struktúra volt, egy határozott német tulajdonosi struktúra volt, a tőzsdére menetel az le lett lőve, és az önálló vállalati működés helyett egy integráció jelent meg, és a teljes Matáv csoport akkor került át a T Magenta brandingbe. Tehát, hogyha egyszerűen és ugyanakkor őszinteség teljes tudatával akarjuk megfogalmazni, erre az új struktúrára egy más vezetés kellett. Tehát itt nem arról szólt, hogy egy üzletágnak a lokális maximumát érjük el, hanem a csoport optimumot keresjük meg. És te nem erre szerződtél az elején? Én nem erre szerződtem, de azt mondom, hogy nálam nagyobb kaliberű és lényegesen nagyobb súlyú akkori csoportbeli vezetőtársam, a Sugár András, aki a Vestelt vezette, és rövid ideig a T-Mobilt, ő is egy ilyen váltásnál került ki a rendszerből, mert mi nem erre voltunk alkalmasak, nem erre szerződtünk, és a mai napig a csoport optimum az valószínűleg egy olyan dolog lett volna, amiben én borzasztó sok konfrontációt hoztam volna be. Tehát ez így egy nagyszerű dolog volt. És ezután jött a, még nem a Microsoft, hanem igen, a Graphisoft. Igen, nekem volt egy érdekes történetem a Graphisoft, és hogyha Graphisoftról beszélünk, ha megengeded, hogy egy kommentet tegyek. Tehát nekem két turném volt a Graphisofttal. A Graphisoft, mint magyarországi tőzsdén levő cég, és a frankfurti tőzsdén levő céggel, ahol a globális értékesítést vezettem, majd Microsoft után visszatérve, az amerikai szervezetnek, Észak- és Dél-Amerikának voltam az első vezetője. Tehát én a Graphisoftot, mint teljes céget soha nem vezettem, tehát ott nem első számú vezető voltam, de tengeren túliban igen, illetve hát egy nagyon-nagyon kalandos 2003 végétől 2007-ig egy nagyon kalandos, talán azt mondom, a kalandozó magyarok életét éltem, de Szentgalen helyett eljutottam Fokvárosba, vagy Auckland-be, Új-Zélandon, Lapföldre, Finnországba, és mit lehetne még mondani, talán Amerika legnyugatibb csücskére is, akár Hawaii-t is mondhatnánk, tehát, hogy értékesítésben magyarként, magyar termékkel bejártam a világot, ami megint egy olyan dolog volt, ami inkább a Hollandiában összeszedett ideol, hogy mondjam, üzleti gondolkodásomnak a alapjára épített, hiszen ez a tengerészkedés, ugye angolul mondják, hogy a Flying Dutchman, vagy a bolygó hollandi magyarul, ugye inkább az ő vérükbe van meg, mint a miénkbe, de egy nagyon érdekes, izgalmas időszakba kerültem. Itt picit álljunk is meg, mert ha jól értem, te magyar szoftvert értékesítettél, igen, a világ legkülönbözőbb, igen, pontjain, és itt megint behozhatnánk az amerikai sztereotípiát, hogy bezzeg az amerikaiaknak ez a vérükben van, és mi magyarok valahogy szégyellősebbek tudunk lenni, félünk esetleg a visszautasítástól. Te hogy látod ezt, hogy minek volt az köszönhető, hogy te ilyen jól tudtál értékesíteni ilyen komoly cégekkel a hátad mögött? Ez egy nagyon jó kérdés, és ezt a mai napig én magam is analizálom, tehát nem tudok egy pontban válaszolni. Én azt gondolom, hogy vannak építő elemek, amelyeket aránylag elég tisztán látok. Tehát mi ezt úgy látjuk, hogy ez a magyar képességek hiánya van valahol, deficit van ezen a területen. Kicsit azt mondom, hogy ezt mindenki így gondolja, ahol poroszos iskolák vannak. A németek is azt gondolják magukról, hogy nem tudnak eladni, és tőlük keletre mindenki. Amikor Kelet-Európát vezettem, ugye a Compaq-nál említettük, akkor beléptem egy új országba, beszéltem egy céggel, megkérdeztem, hogy ők miben jók, tehát mi úgy az úgynevezett superpower, mi a különleges erők, mi a szuperhős erejük. Mindenhol ugyanazt mondták. Tehát Horvátországtól, Szófián keresztül, Tallintól,
mondjuk úgy, hogy Németországban is ezt mondták, de az piacilag nem tartozott hozzám. Hát mi nagyon értünk ahhoz, amit csinálunk, azt nagyon jól csináljuk. Picit gyengék vagyunk marketingbe, de hogyha az emberek rájönnek, hogy miből vagyunk mi jók, akkor aztán mi mindent megcsinálunk nekik. Tehát igazából nehéz olyan versenybe beszállni, amiben nincs elég bátorságunk odaállni, kiállni, és azt mondani, én ebben jó leszek, jó vagyok. Vannak nagyon jó értékesítők Magyarországon. Mégis a köznyelv ezt a kufárságot, vagy nem Posszívó is tudom, kupec, lókupec, tehát a magyar nyelven nem pozitív szavakkal van. Ez azt jelenti, hogy amíg nem tudjuk, nem tanuljuk meg ezt értékelni, addig az kiválasztódásban nem azok az emberek kerülnek oda, akik ide büszkén kerülhetnek, és mondanám, hogy szerintem a politikusaink egy része lehet, hogy jó értékesítő lett volna, de ezt a pályát, és lehet, hogy mindannyian jobban jártunk volna, hogyha azok lettek volna, de ezt a pályát elengedték, mert a közbeszédben ez nem volt egy dicsfényes. Mondanék egy kontrasztot, tehát még a Graphisoft színeibe beléptem egy partnerkeresési folyamatba a Közel-Keleten, hogy lehet egy disztribútort fölépíteni, és egy érdekes országban, egy érdekes üzlettel találkoztam, Bahreinbe utaztam el, Manamába beszélgettem, egy komoly társadalmi presztízzel rendelkező helyi családdal, az Almoye családdal, nagyon-nagyon tanult, érdekes emberek voltak, a családfeje, a sejk, az a fiait külföldi iskolákba küldte, tehát Angliába csinálták a BSC-t, Amerikában a Mastert, mindenkinek kellett multinál eltölteni néhány évet, IBM, Apple, ilyen cégeknél dolgoztak a srácok, miután megkapták az első konkrét vállalkozásukat. A családnak olyan 250-260 vállalkozása volt. És amikor én beszéltem velük, megkérdeztem, hogy ti mibe vagytok jók? Akkor annyit mondtak. Nézd, László, a mi célunk az üzleti oldalon, és itt szétválasztjuk a magánéletet, az az, hogy nyereséges üzletekkel egy pozitív gazdasági spirált építsünk. Ehhez egy dolog kell, bármi, amit csinálunk, el tudjuk adni. Mi mindent el tudunk adni, és mögé tudjuk utána szerezni abból a pénzből, amit bevételbe hozunk, mögé tudjuk utána állítani a szükséges kompetenciákat. Itt ezen a piacon, ahol mindenki toronyházakat épít, a sivatag közepén, mi vagyunk Bahrein legnagyobb homokimportőre. És ezzel kész is volt a történet. Miért van ez így? Mert ha valamit el tudsz adni, akkor utána már csak jó vezetés, szervezés és jó humán kiválasztás kell ahhoz, hogy meg is tud valósítani. Ugye mi sokszor küzdünk idehaza azokkal a problémákkal, az ötlet megvan, csak a pénz elfogyott. De a pénz azért fogyott el, mert nem fizet a piac azért valami oknál fogva, amit szeretnénk. És erre büszkén oda kell állni, tehát ahelyett, hogy távolról kritizálnánk, oda kell állni, ki kell állni és vinni, eladni. Én ezt tanultam meg, ezekben a dolgokban nagyon sokat segített ez a Graphisoftos világ, hiszen ott nem egy nagy amerikai brandet vittem. Mai napig úgy mondom a saját személyes történetemet, hogy életem egy részét azzal töltöttem, hogy amerikai szoftvert hoztam Magyarországra, és utána ebből tanulságként leszűrve azzal vezekeltem, hogy visszavittem magyar szoftvert. És ez az egyensúly, ez egymásból fakad, hiszen nagyon sok módszertani dolog jött belőle. Ugye azt mondtad most, hogy amerikai szoftvert hoztál Magyarországra. Igen. Itt Magyarországon árultátok. Van. És ez pedig nem más cégnél, mint a Multic Multiánál, egy csúcs multinál, ha mondhatom így. Ugye mai napig az egyik legnagyobb cég a világon, Magnificent Seven, tehát a hét legnagyobb cég egyike szintén. A Microsoft Magyarországnak lettél az ügyvezetője. Igen. Az alatt az évek alatt mik voltak a legfontosabb tanulságaid, amik nagyon erősen beégtek
a működésedben? Hát ugye ez egy nagyon fontos dolog, ugye megpróbálom körülírni a Microsoftot hasonlattal, mert én azt gondolom, hogy egyébként talán a mai napon, ha ránéznénk a világ tőzsdén jegyzett cégeire, Microsoft a világ legértékesebb cége. Tehát ha ránézünk, 3 billiárd, magyarul billiárd, várjál, milliárd, billiárd, igen, angolul trillion dollár fölött van az értéke. Egy olyan 15-20%-kal ér a többet, mint az Apple. Persze lehet egy kicsit nézni, mondják, hogy a Saudi Aramco lehet, hogy értékesebb vagy nem, de egy picit máshogy nézve a szabadon kereskedett tőzsdén Amerikában a legértékesebb cég ma épp a Microsoft. Hogy lehet ez? Tehát az Apple egy fantasztikus termékeket gyártó, szép, csodálatos, szerethető brand. A Google az a nagyon cool, mindenki regékedzen arról, hogy milyen irodái vannak, milyen a cégkultúra. Tehát vannak ezek a nagyon-nagyon látványos cégek. És hogyha Microsoft, miért is? Unalmasnak tűnik. És én azt szoktam mondani, hogy persze, talán a világ legunalmasabb cége. Olyan, mint a világ legunalmasabb országa. Melyik is az? Ismer svájci vicceket? Nem. Mit tudunk, ugye, azt tudjuk, hogy nagyon gazdagok, hogy a vonatok borzasztó pontosak, nem véletlenül ők gyártják az órát, mindenki ott tartja a pénzét, és még a németeket is irritálja, hogy a svájciak mennyivel pontosabbak, mint ők. Tehát én azt látom, hogy a Microsoft a korporét világnak a Svájca. Egy nagyon jól megszervezett, nagyon jól működő cég, aki borzasztó gyorsan tud ráfordulni a változásokra. Nem biztos, hogy mindig mindent jól csinál, de amit nem jól csinál, azt gondolom, nagyon hamar észreveszi, és nagyon hamar tud korrigálni, irányt váltani, és ráállni a jó dolgokra. Most éppen azért megy ennyire jó a részvény, mert az egész OpenAI dolog mögött az ő pénzük van. Így van. 10 évvel ezelőtt ők voltak, akik teljes erővel ráfordultak erre a számítási felhőre, cloud computingra. És ennek a cégnek a sorsában mindig voltak persze hibák is, tehát bénázások, a mobiltelefon dologról teljesen lemaradtak. Amit csináltak, hiába van néhány furcsa szerzet, aki szereti, de igazából nem mindig lett siker, viszont ha azt mondjuk, hogy 40 éve egy cég ott van a csúcson, és akkor van valami titok. Mitől van valaki ott a csúcson? Egy demokrácia, ami 400 éve a legjobb élet színvonalat tudja csinálni a világon, ugye Svájc, ugyanez. Tehát én hasonlatban azt gondolom, hogy nagyon sok minden rendben van, és azt az igazi vezetői alázatot a Microsofton belül, és az összetett vezetést én ott láthattam élőben, ott tanultam, ott küldtek el egyébként a cég által szponzorált MBA-re is. Tehát én beszéltem a teoretikus és a MBA-ről korábban, ez pedig egy picit ilyen valóságos dolog volt. Egy fantasztikus cég, ahol azt mondom, hogy hát szerencsére a velem dolgozó munkatársak fele biztosan okosabb volt nálam. Mi az, amit a mai napig használsz azokból az elvekből, környezetből, tudásból, amit ott a Microsoftban sajátítottál? Azt gondolom, hogy a puszta tény, amikor a servant leadershipről, tehát ez a szolgáló vezetésről beszélünk, az abból a cégből, abból a kultúrából fakad. És el kell fogadnod, hogy az okosabb munkatárs nem vetélytárs, hanem partner, és ennek a gondolatnak, amit én az elején a magánfilozófiámban megfogalmaztam, hogy partnerséget építeni, annak a genetikus gyökerei ott vannak. Azt ott világították meg nekem. Tehát az egyértelmű.
természetesen nagyon alap dolgokat bármihez nyújt a Microsoft. Célkitűzés, feladat megfogalmazás, erőforrás mögé tétel, stb. Stb. Voltak nagyon-nagyon érdekes egyedi érményeim ott, tehát karrierbaleset lehetett volna, a tojásdobálós incidens a egykori közgázon, mai Corvinuson, ami megtörtént a CEO-val a jelenlétemben, vagy bármi ilyesmi, de az a cég borzasztó jól kezelte ezeket a dolgokat, tehát nem vette le a szemét a cég kultúráról, és a cég kultúra az volt, hogy mi a cél, hová akarunk eljutni, mit kell azért tenni, és nem foglalkozott azzal, amit nem tudunk kontrollálni. Arra koncentrált, amit tudunk kontrollálni. Én nagyon hiszek abban, hogy ha valaki most el karrierválasztás előtt, akkor igenis egy lehetséges útnak tekintse a multis karriert, a multivilágot, mert rengeteget lehet tanulni. Ahhoz, hogy valaki ne csak sokat tanuljon a multivilágban, hanem egyre komolyabb és komolyabb pozíciókba tudjon eljutni, mi lenne az a néhány tanácsod, ami segíthet ebben? Az egyik történet, és ez nagyon-nagyon fontos, én nekem nagyon sok sikeres interjúm lehetett abból kifolyólag ezt, hogy engem választottak ki, tehát ilyen karrierlépésenként. Az egyes számú tanácsom, hogy legyetek tudatosan és okosan kíváncsiak. Mit jelent ez? Nagyon sok embert interjú voltam meg én magam is, és azt mondom, hogy egy átlag magyar munkatárs egy interjú során 1,4 kérdést tesz fel. Egy jót, és 4 olyat, ami talán neki fontos, de semmiben nem segít. Én olyan interjún, ahol legalább 10 kérdést nem tettem fel, nem vettem részt. Tehát amikor bemegyünk egy interjúba, és itt kezdődik, akkor mi nekünk meg kell érteni, hogy mire szerződünk el. Természetesen, hogyha olyan dolgokat kérdezek meg egy interjún, amit el kellett volna olvasnom a weben, akkor én vagyok, egyfelől unalmas vagyok, tehát ez unalmassá válik, elmondják meg mindent. Másfelől, hogyha a dicséreteket fogalmazok meg kérdésekben, ez átlátható. Tehát az úgymond precíz kérdések feltétele. És persze ezek néha lehetnek nagyon-nagyon egyszerű kérdésekből kiindul. Mi kell ahhoz, hogy én ebben a cégben sikeres legyek? Erre kapok egy választ. Mondjátok el, mik a sikerkritériumok. Majd kapok választ, mit jelent ez a sikerkritérium. Hogyan tudjuk ezt minőségi és mennyiségi mutatókra lebontani? Személyiségben mi az, ami a legjobb fit? Milyen tanácsot adnátok nekem ahhoz, hogy itt sikeres legyek? Nem ezekkel a kérdésekkel jönnek az emberek. Mi az igazi megoldandó probléma? Tehát van nagyon sok olyan dolog, amiben azt látom, hogy egy leendő, egy álláskandidáns azt mondja, hogy én nekem villámgyors a felfogásom, ezért ha te elmondod nekem, hogy mi az állás, akkor azt fogom válaszolni, hogy értettem. Van kérdésed? Nincs. Ez így tiszta volt. És hát utána azt látjuk, hogy emberek elmennek egy cégre, és nem erre számítottam. Ki hibázott? A cég hibázott? Nem a cég hibázott, hanem a munkatárs hibázott, mert akkor, amikor a döntést meghozta, nem rendelkezett a lehető legmélyebb információval, amivel rendelkezhetett volna. Nem azt mondom, hogy mindent, de ha legalább 10 kérdést felteszünk, akkor legalább rendelkeztünk mélyén információval, vagy mélyebben. Ez az első lépés. Ha kezemben van az információ, akkor pedig tudni kell vele kezdeni valamit. Én azt gondolom, hogy úgy kell beállni a korporét világba, a nagyvállalati világba, hogy az ember azt láss, hogy ez nekem egy lehetőség arra, hogy tanuljak két dologról. Tanuljak arról, hogy mi működik, és meglássam azt, hogy mi nem működik. Ez nem azt jelenti, hogy kritizáljam azt, ami nem működik, és ebből utána valami beszavazósóba én népszerű leszek, ez nem segít.
Tehát az éles látásomat kell növelni. És hogyha valaki tudatosan fejleszti az éles látását, a többi jön magától, akkor látom, hogy milyen kompetenciákat kell fejleszteni. Nagyvállalati közeg nagyon jó a kompetenciák fejlesztésének elővitelében, tanácsadásában. Sokkal többet tud ebbe beletenni. És ezeket ki kell használni. Azt gondolom, hogy ezek nagyon-nagyon fontos részletek. Abszolút egyetértek veled, és az annyira magamra ismertem, mert ugye mondtam a bevezetőben, hogy mindig is izzott bennem az, hogy én vállalkozást építsek, de otthon nem ezt kaptam a szüleimtől, illetve a biztonságos utat választottam. Tehát ez az igazság. És azt mondtam, hogy jó, akkor én most elmegyek multiba dolgozni, két amerikai multinál is volt szerencsém tevékenykedni, tanulni, Ernst & Young, Cisco, és utána az általunk is emlegetett T-nél, a Telekom csoportnál helyezkedtem el. És pont amikor elkezdtem a vállalkozást, akkor úgy tekintettem vissza erre a 9 évre, hogy én nagyon sok mindent tanultam arról, hogy mi működik és mi nem működik. Tehát mit hogyan csináljak és mit hogyan ne csináljak. És szerintem, amikor valaki elkezd egy multiba dolgozni, akkor nem is biztos, hogy a fizetés kell, hogy legyen az egyes számú szempontja, hanem az, hogy ő mennyire van jó helyen, és mennyi mindent tud ő tanulni, mi az, ami az ő fejlődéséhez hozzá tud tenni. Mi szükséges ahhoz, hogy valaki vezetővé is váljon szerinted? Hát ez egy nagyon-nagyon komplex dolog. Tehát igazából azt gondolom, hogy nagyon nehéz megfogalmazni minden részletét, de talán azt mondják, hogy intellektuális kompetenciából vezetni lehet ugyan, főleg szakmai szervezeteket, de a legfontosabbnak sokan azt mondják, hogy egyfajta érzelmi és egyfajta szociális intelligenciával kell játszani. Tehát ez egy térfoglaló játék. És mi gyakran úgy gondolunk, hogy szeretem a vezetőmet, mert mindent jobban tud az én állásomról, mint én. Ez egy szintig lehet igaz. Tehát, ha én egy szoftverfejlesztő vagyok, vagy egy értékesítő, akkor sokat tudok egy vezetőtől tanulni, aki ugyanazt csinálja. De hogyha egy CEO jobban ért, egy vezérigazgató jobban ért minden részletéhez az üzletnek, mint a beosztott munkatársai, akkor abban a cégben nagyon-nagyon komoly probléma van. De akkor miért ráhallgatnak? Én azt gondolom, hogy ebben nagyon-nagyon fontos azt, és ugye már többször említett szolgáló vezető fogalmát segíti elő a társadalmi intelligencia, vagy a szociális intelligencia, vagy az érzelmi intelligencia, hogy én megértem, hogy a másik milyen kontextusban, milyen emberi közegben hogyan dolgozik. Megértem, hogy milyen érzelmeket vált ki benne, amikor én azt mondom, hogy nem érdekel, hogy mi történik, hozd be az árbevételt, mert ezt meg kell csinálni. Ezek például borzasztó rossz szavak, és nagyon sokan nagyon büszkén mondják ki. Tehát én beszélek úgy kollégákkal a mai napig, hogy igyekszem azt az üzenetet küldeni, hogy figyelj, értem, hogy te ezt máshogy csinálnád, mint én. Szerintem csináljuk úgy, ahogy te. És az egóm mondaná azt a mondatot, hogy de ne nekem legyen igazam. De az egóm nem engedhetem itt ki, hanem azt mondom, hogy tudod mit, mondd meg, hogy tőlem mire van szükséged, hogy sikeres legyél. Tehát ez a felhatalmazása a másiknak, hogy az én ötletem nem jobb, mint a tied, lehet, hogy a tied sem jobb, mint az enyém, de ha ennek te vagy ennek a témának az ügyvivője, akkor az én sikerérdekem az az, hogy te sikeres legyél. És az egyetlen célom ebben, hogy a te sikeredet elősegítsem. És ahelyett, hogy leveszem a felelősséget a válláról azzal, hogy azt kell csinálnod, amit én mondok, ahelyett inkább fölveszem magamnak azt a metódust, hogy mögéd állok, mondd, hogy mit csináljak, hogy tudok ebben segíteni. És az embereknek kétszer akkora energiával, az a érzelmi energia, ami bennük van, hogy most mögém álltak, ezt megcsinálták. Ez sokkal többet tud megmozgatni, mint ami csak úgy szimplán bennük van. Te valahol azt is mondod, hogy
hogy ne csak feladatot adjunk a munkatársaknak, mert azt meglátja a feladatot, kipipálja, hanem sokkal inkább a felelősséget adjuk oda, hogy ő a felelős annak a végeredménynek az előállításáért, és az, hogy ő hogy jut el oda, örül nyilván, hogyha minél hatékonyabb, minél gyorsabb módszerrel, de ott egy pici önmegvalósítási tér is belefér számára. Igen, igen. Úgy gondolom, hogy egy már a feladathoz is hogyan jutunk el. Uh-huh. Mi Magyarországon, nem tudom, hogy én itthon nem jártam vezetői iskolákba. Tanultam vezetési elméletet, ezek általában nem hazaiak, hazai iskolák voltak. Nagyon jó iskolákba. Azt mondják, hogy egy jó vezetőnek az egyik fontos kérdés, amire választ kell adni, hogy hogyan hozunk döntést. És erre nem egy válasz van, erre számos válasz van, tehát az a helyzetértékelés, hogy ebben a helyzetben hogyan hozunk döntést, az nagyon sokat számít. Tehát azt szoktam mondani, hogy egy döntést el lehet dönteni autokratikusan, én majd eldöntöm, ti megcsinálják. Egy döntést el lehet dönteni úgy, hogy megbeszélem a kollégákkal, megkérdezem, Imre, mi a véleményed erről, de elmondom neked, hogy majd én erről döntök, tehát ez a konzultatív döntés, konzultálok, és utána van a konszenzus, hogy hozunk közösen döntéseket, ahol mindenki egy szinten van. Én is. És itt nagyon-nagyon fontos az, hogy ha egy szinten vagyunk, akkor ezt nekem úgy kell csinálnom, hogyha én első szólóként megmondom, hogy egy szinten vagyunk, de én így döntenék, akkor az már nincs egy szinten. Tehát a konszenzus alapú döntésben első számú vezető nem szólhat, csak utolsó szó jogán. És akkor tudunk dönteni, és vannak olyan kérdések, amelyeket így lehet eldönteni, vannak olyan kérdések, amelyek úgy lehet eldönteni. Tehát amikor egy cég jövőképét építjük, azt nem lehet autoritásból eldönteni. Ha mögött nincs konszenzus, akkor az egy magányos út lesz, és néha úgy járunk, mint a gyaloggalopba, hogy ja, de hát hol a csap, vagy nem, a Shrekbe volt ez. Igen. Szeretem a rajzfilmeket, a legjobb menedzsment képző gyakorlatok benne vannak. Tehát, hogy és hol van a sereged vezér, és a sereg már nem volt ott, az ugye elszaladt. Tehát nagyon-nagyon fontos, és ezt kell nekünk látni, hogy hogyan döntünk, és a helyzetértékelést, hogy ebben a kérdésben hogyan döntünk. Hát vannak nagyon-nagyon morbid példák is, tehát valószínűleg, hogyha a nagy honvédő háborúban nem Sztálin vezette volna Oroszországot, és nem egy autokratikus döntés lett volna minden egyes döntés, akkor lehet, hogy nem tudták volna visszaszorítani a nácikat. Természetes az autokratikus döntések, a kegyetlen döntések az ebben a helyzetben. Nem azt mondom, hogy ezek jó dolgok, de ahol nincs idő egy döntésre, ott az, mi konszenzusra jutunk, az egy nagyon-nagyon nagy veszteség. Sőt, sok esetben akár rossz döntés is jobb mint a nem döntés. Mert legalább van. Valamilyen irányba indul a hajó, így van, és a legfeljebb menet közben korrigálunk. Korrigálni kell. Tehát azt gondolom, hogy a vezetők szempontjából hogyan hozunk döntést, hogyan tudunk alkalmazkodni a különféle képességekhez, és ezekben mind-mind nem a logika játszik szerepet, hanem az érzelem, hogy én kontrollálni tudjam azt a vágyat magamban, hogy nekem legyen igazam. Hogy én messzebbre lássak a saroknál, hogy meglegyen az a jövőképen mindig szem előtt, hogy hova akarok eljutni. És hogy megértsem, és itt jön a társadalmi intelligencia, tehát a szervezetinek, talán nem tudom, biztos jobban ismered a szavakat erre, hogy mi az a összetétel, social vagy organization, vannak ilyen angolul kifejezetek, szervezeti vagy csapat, társadalmi intelligencia, ahol én nekem meg kell értenem, hogy ennek a sikeréhez milyen különféle érdekek, érdekcsoportok, egyéni és munkaszervezeti csoport érdekeket kell mögé állítanom, ami nélkül nem tudok nyerni, és ez, ő,
ő bevonásuk, ő érdekeiknek az összerakása, az ne egy kompromisszum legyen, hanem egy konszenzus legyen. A kettő között borzasztó nagy különbség van. Amiket most elmondtál, azok nagyon jól jönnek ahhoz is, amikor valaki értékesítőként szeretne fejlődni, tehát hogy ügyesebb legyen szélszben, értékesítésben. Ha valaki ebben szeretne fejlődni most a hallgatóink, nézőink közül, akkor nekik mit tanácsolnál? Te azért nagyon komoly eredményeket értél értékesítésben, értékesítési vezetőként több sok cégnél. Mi kell az, hogy valaki jó szélszes legyen? Hát nagyon sok különféle kvalitás van. Tehát ugye először is ki mit tart jó értékesítőnek, ez egy érdekes szituáció. Ugye van, aki az értékesítést egy szám háborúnak tartja. Igen. Fontos. Nem lehet azt mondani. Tudjuk, hogy mit akarunk elérni, folyamatosan rajta legyen a szemünk, stb. Tehát ennek van egy analitikus, számvezérelt része, aki ezt negligálja, hibázik. A számokból értelmet kell nyerni, az értelmezése után pedig cselekedetekre kell váltani. Tehát ez az analitikus dolog nagyon-nagyon fontos. Nagyon sok introvertált értékesítő van, aki nagyon sikeres pont emiatt. A másik, azt gondolom, hogy nagyon fontos, de történet az értékesítésben, az a bizalom. De az értékesítés egy dologról szól, hogy bennünk jobban bízzanak, mint másban. Tehát a nap végén ez egy bizalomjáték. Van egy fantasztikus könyv, az a címe, hogy Trusted Advisor angolul, magyarul a megbízható tanácsadó, igazából ez nem üzleti tanácsadót jelent, hanem bármilyen tanácsadót, amire ők fölírnak egy képletet. Én mérnök vagyok, tehát elsősorban mérnök vagyok, szeretem a képleteket, szeretek értelmet találni én mögötte. És igazából ez a képlet azt mondja, és meg is megfejtést ad, hogy Közép-Kelet-Európában miért nehéz büszkének lenni az értékesítésre, mert miket nem látunk. Azt mondja, hogy az értékesítéshez szükséges bizalom felépítése az több tényező szorzata, vagy azt mondanám egy kicsit, három tényező szorzata és egy hányadosa. Ebből az első kettő az a kompetencia és a megbízhatóság. Tudom, hogy miről beszélek, és amit mondok, azt csinálom. A mi világunkba itt ér véget. A mi világunkban, mi egy olyan társadalomban nőttük fel, ez a poroszos társadalom, hogy ő tudja, hogy miről beszél, és azt csinálja, amit mond. Egy megbízható ember. És mégsem sikeres az értékesítésben. És itt jön az, hogy vannak nem megfogható részei, amivel nem foglalkozunk. Megint mérnöki hasonlatként azt mondanám, hogy ez a newtoni mechanikája az értékesítésnek, de akkor nézzük meg a relativitás szerint. Itt kap egy szorzót pedig, és egy hányadost a egyenlet. A következő, a szorzó, az a úgynevezett bensőségesség, intimitás, és most ne legyünk rossz májújak, tehát intimitás alatt azt értem, hogy én eredetileg érdeklődöm az iránt, hogy te, mint vevő, milyen problémákkal rendelkezel, mik a prioritásaid, hogyan állítod sorba a teendőket, mert lehet, hogy a legjobb megoldásom van a te 146. problémádra, csak előtte az első ötöt szeretnéd megoldani, hogy a második ötre is rá tudjál nézni. Tehát ez is egy szorzó, hogy mennyire tudunk egy vevőközpontú képet tenni le, ahelyett, hogy egy eladóközpontú. Én azért jöttem ide, naponta kapok 10 e-mailt, amiben el akarnak nekem adni, és mindegyik e-mail arról szól, hogy kedves László, mi XY vagyunk, ezzel foglalkozunk, ez azért jó neked, és elkezdik elmagyarázni, anélkül, hogy szót tudnának rólam. Én is elmondom a saját 20 másodpercem, hogyha valamit eladok, de ne erről beszéljünk rólad. Milyen célok után mész, milyen kihívásokkal találkozol, miért nehezek az,
milyen problémákba ütközöl. Ezeknek a problémáknak mik a következményei? Azokat a következményeket hogyan kéne kordában tartani? Hogyan néz neki egy vágyott állapot? Mielőtt arról beszélnek, hogy ja, itt a zsebemben van egy megoldás arra, amit még el sem mondtál, hogy micsoda. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos részletek. Tehát említettem ezt a bensőséges, intim érdeklődést a vevő üzletének, személyiségének, pozíciójának, perspektívájából. És utána van egy másik dolog, amivel osztjuk az egyenletet, ez pedig az öncélúság. Tehát minél inkább öncélúak vagyunk, annál kisebb a bizalom. És itt nem azt mondom, hogy leplezni kell az öncélúságot, hanem azt gondolom, hogy picit át kell ülni a másik oldalra. Próbáljunk segíteni, vásárolni a helyet, hogy eladni, idézőjelben tukmálni próbálunk. Ez nem úgy válik szét, hogy nagyon mást kell mondani, ez inkább úgy válik szét, hogy akkor kell megoldásokat hozni, amikor a vevő már úgy érzi, hogy ez olyan nagy probléma, hogy ezen már nem tudok nem változtatni. Tehát foglalkozzunk a problématérrel, nyissuk ki azt a dobozt, hogy mik a vevő problémái, és amikor ezt már teljesen kianalizáltuk, és megtaláltuk a fájdalompontokat, látjuk a vágyott megoldást, akkor már csak annyit kell mondani. Ja, jó napot kívánok, hát itt van a zsebemben éppen egy ilyen. Tessék csak megnézni. Csinálja ez azt? Csinálja ez azt? Csinálja azt is? Hát akkor ez jó erre, nem? Tehát ez lenne igazából a megoldás, és akkor itt értünk körbe a holland sztorival az elején, hogyha az ember eleget foglalkozik a problémával, akkor arra adott értékesítési válasz sokkal könnyebben landol. Gyönyörűen keretbe foglaltad, és most már az a kérdésem, hogy ennyi idő, sok-sok évtized után mi volt az a pont, amikor azt érezted, hogy most már a korporét világtól kicsit eltávolodsz, és inkább befektetőként, partnerként folytatod tovább? Tehát nekem mindig volt egy olyan tervem, hogy ennek a korporét történetnek lesz egy eleje, közepe, vége. A sors úgy hozta, hogy matematikailag abba a számrendszerbe pont beleilleszkedett, amit elképzeltem, 25 évig tanultam, 25 évig éltem ezt a korporét világot, és most van 25 évem arra, amire gondoltam, nem biztos, majd a sors eldönti, de háromharmadba osztottam az emberi életet, amikor igazából amiben én befektetek, az elsősorban tudás visszaosztás, tudás átadás, tehát oktatás, és oktatás sok minden területen, most ne gondoljunk a közoktatásra vagy felső oktatásra, hanem tapasztalat továbbadás, abba fektetek be, és ebbe a kontextusba kerültem be, de hogy kerültem, és mi volt az a pont. Életszemléletben nekem nagyon-nagyon sokat adott, sokat mondott az a tudományos, fantasztikus irodalom, ami gyerekkorom óta szívesen lapozgatok. Az egyik ilyen nagy író Asimov volt, és a Asimovnak a történelem szemléletét az alapítvány eredetileg trilógia, később kiderült, hogy ez sem három részből áll, mint a Csillagok háborúja, a Star Wars, ugye, adott. Ami azt mondta, hogy ott volt egy történelem szemlélet, ami azt mondta, hogy a történelem során vannak ilyen konfliktus pontok, inflexiós pontok, amikor kinyílik egy időablak, és tisztán látod azt, hogy egy helyzetben mi a legjobb megoldás arra, hogy hogyan válts ebben az inflexiós pontban, és hogyan menjél tovább. Az én életemben ez akkor jött el, amikor 4 éve vezettem a Graphisoft amerikai szervezetét, kinnéltem államokba, borzasztó jó terep volt ez arra, hogy minden, amit a Microsofttól megtanultam itthon, annak megnézhessem az alkalmazhatóságát egy magyar cég amerikai üzletébe. És szerintem nagyon komoly sikereket értünk el, és nagyon büszke is vagyok erre. Ott jött egy nagy változás, és akkor én azon a ponton azt mondtam, hogy én ezen a ponton már nem akarok visszamenni a korporét világba. A korporét világba
a legnagyobb iskola, a legnagyobb lehetőség az volt, hogy egy a Microsoftnál megmutatták, hogy ezt a legjobb cég a világon hogyan csinálja, és utána a Graphisoft újra megadott nekem egy lehetőséget arra, hogy kipróbáljam, hogy na, akkor ezt mi, magyarok kicsibe, ugyanott a nagyvilágba meg tudjuk ugyanolyan jól csinálni, és amikor éreztem ennek a működését, akkor azt mondtam, hogy ez a dolog körbeért. És ebben az adott konfliktus helyzetben, inflexiós pontból úgy léptem már tovább, hogy én már többet nem fogok korporét állásba elmenni. Nem akarok ilyen helyre kerülni. Talán egy fél évig kerestek még fejvadászok, és az ember azt mondja, hogy köszönöm, megtisztelő, de akkor utána már ők is leszoknak arról, hogy keressenek. És ehelyett inkább egyszerűen csak azt mondtam, rendelkezek egy tudással, ez a tudás hasznos, szerintem megpróbálom megosztani másokkal, elkezdtem különféle ilyen startup keltetőkben mentorálni, közelmúltban veled is ott futottunk össze, ezt nagyon szívesen csinálom, fiatalokkal nagyon szívesen dolgozok együtt. Egy kicsit azt gondolom, örök ifjúságnak az egyik titka az az, hogy vedd közre magad nagyon sok fiatallal, és akkor a lelked fiatal marad. Az ízületeidet meg majd valaki lekezeli, nem tudom. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog az életemben, és akkor ott látsz olyan gondolatokat, olyan ötleteket, amihez hozzá tudsz járulni, ilyen közegből néhányan jönnek ötletekkel, és akkor azt csináljuk meg jól. Hát én azt mondom, soha, soha nem rendelkeztem világmegváltó ötlettel. Tehát nem én találtam ki a spanyol viaszt azokba a cégekbe, ahol beszálltam. Nem azért szálltam be, és nem is ez az én dolgom. Én rendelkezek egyfajta kompetenciával, amit hozzá tudok tenni a közössel, és hogyha valaki azt a sziklát meggyújtja, ami nekem is ad motivációt, föltölt érzelmi energiával, akkor én is beszállok, és hozzáteszem azt, amit lehet. És ez ott jött el 50 éves koromba, és hát azóta érdekes utazás volt. Nagyon sok jó ötletet sikerült nem megvalósítanunk, és van egy-kettő talán, ami úgy néz ki, hogy talán meg is tudunk valósítani. Ezt az időszakot élvezed most az életedben, vagy az előzőt élvezted jobban? Nem összehasonlítható a két dolog, messze élvezhetőbb ez az időszak. Tehát ez egy fantasztikus időszak. Tehát képzeljük el, amikor mondjuk úgy, hogy minden, amit az ember fölösleges vagy bürokratikus sallangnak ért az üzletbe, azt egy félre tudja tenni, és el tudja engedni. Picit azt gondolom, hogy képzeld el azt az életet, ahol minden stressz, ami az életedben van, az csak az, amit te magadnak tudatosan generálsz. Tehát nincs benne az, amit öntudatlanul generálsz, és nincs benne az, amit mások generálnak rád. Tehát ez egy nagyon-nagyon szép dolog, hogyha az ember ezt megérti, és tudja csinálni, és megengedheti magának, hogy csinálja, és ezért gondolom, hogy ezen az időszakon egy fantasztikus áldás van. Ez egy gyönyörű végszó a villámkérdések előtt. Nagyszerű. Előtte viszont még hozzátok szól, kedves nézők, hallgatók, ha még nem iratkoztatok föl a Karizma Podcastre azon a fórumon, azon a platformon, ha ezt most hallgattok, vagy akár néztek minket, akkor tegyétek meg, és nyomjatok egy lájkot is, tehát a kommentben is várjuk majd azt, hogy mit adott számotokra ez a beszélgetés. Villámkérdések. Ha újra kezdenéd a karriered, mi az, amit másképp csinálnál, Laci? Ha időben ugyanakkor kezdeném újra, valószínűleg nem csinálnék sok minden másképp. Lehet, hogy az elején azzal a tudással, mint vezető, még alázatosabb lennék. Nyeretlen két éves időszakból talán egy kicsit visszavettem, de lehet, hogy az ott szerzett sebek is segítettek azzá, hogy alakítsanak. Tehát ha ma kezdeném újra a karriert, tehát 24-ben, valószínűleg sokkal rövidebb korporét karriert csináltam volna. Tehát azt gondolom, mi jelentősen megváltozott a világ. Miért a szuperképességed?
Nem gondolom, hogy van szuper képességem. Van egy borzasztó nagy kíváncsiság bennem dolgok iránt. És hogyha elengedem ezt a kíváncsiságot abba az irányba, hogy valaki fölkelti az én érdeklődésem, akkor egy nagyon érdekes sztori tud kikerekedni belőle. Tehát ha egy valamit érdemesnek tartok, az a kíváncsiság, ami az emberben benne van, azt folyamatosan nevelgetem. Mi az a hiba, amit leggyakrabban el szoktál követni? Borzasztó sokat beszélek. Mi volt a legjobb tanács, amit valaha kaptál? Sok jó tanácsot kaptam az életbe, de talán a legjobb mondat, és talán visszautalok, mert ezt szerintem említettem, az volt, hogy az emberek túl sok időt fecsérelnek arra, hogy olyan dolgokat próbáljanak kontrollálni, amit nem tudnak, ahelyett, hogy arra fókuszálnának, amit valójában tudnak befolyásolni. Ha csak egy dolgot mondhatnál, akkor szerinted minek köszönheted a sikeredet? Én nem tudom, ugye ez egy érdekes dolog, én nem sikernek élem meg. Tehát a siker kérdése lehet, hogy sok embernek fontos, én máshogy mondanám, én próbálom élvezni ezt az utazást. Tehát nagyon komolyan szét lehet választani a siker és a boldogság fogalmát. Akár magánéletben, akár üzleti életben. A siker az, amikor fölérünk a csúcsra, és úgy szétnézünk, talán még ünnepeltetjük magunkat. De a boldogság az az, amikor mész fölfelé. És én azt az egy dolgot tartom talán nagyon fontos tulajdonságnak, hogy útelágazásnál szívesebben választom a hegymenetet. Mi a legnagyobb félelmed? Nem tudom, de hogyha a napi szinten nézzük a dolgaimat, borzasztóra zavar az. Nekem van egy gyengém, én diszlexiás vagyok, és a félelemem az, hogy küldök egy e-mailt, küldök egy üzenetet, és helyes írási hiba kerül bele, mert alapvetően gyerekkorom óta hordoztam egy diszgráfiás problémát, amire 20 éves koraimban valaki rámutatott és ez egyfajta gátlást jelentett bennem, hogy több tudati szinten kell visszaolvas. Megírok egy levelet, visszaolvasom, hogy minden szó rendesen van írva, majd utána újra visszaolvasom, hogy ja, és értelme is van, mert a szórend is néha összekeveredik. Úgyhogy ez az a félelmeim, amik rémálmokat okoznak. És végül az a kérdésem, hogy mi az, amiben hiszel, és mások azt mondják rá, hogy hát az őrültség. Én alapvetően nagyon pozitív vagyok az emberek iránt, hiszek az emberekbe, és azt látom, főleg vezetői világba, hogy egyre szélesebb körbe van az jelen, megpróbálunk alattvalókat, megpróbálunk lojalitást építeni kompetencia helyett, félünk attól, hogy lelöknek a csúcsról bennünket. Én azt gondolom, hogy egyénként lehet, hogy amikor leesünk a csúcsról, hát amikor az ember magas pozícióban van, és mindenhová meghívták, és most utána elkezdesz, mit tudom, startup-erkedni, és te próbálsz ide vagy oda bejelentkezni, látsz egy csomó arcot, aki teljesen más, hogy áll hozzá az emberhez, akkor azt gondolom, hogy ezek erősítik a rossz mechanizmusokat az emberekben, de hogyha igazából hiszel az emberekbe, akkor azt mondod, hú, de jó lehetőség volt ez, hiszen látom azokat az embereket, akikbe érdemes volt hinnem, mint a vért a víztől szétválasztotta a sor számomra, hogy ő, ez egy minőségi kapcsolat, ővelük kell időt töltenem. Úgyhogy, hogy azt mondom, hogy én hiszek az emberekben, és hiszek az emberi kapcsolatokban, nap végén az egész létünk ebben a kontextusban nyer értelmet. Hogy lehet veled kapcsolatba lépni, hogyan érdemes?
Hát a LinkedIn-en elérhető vagyok, hogyha szuper. Bárki ott van, névjegykártyát nem nyomtatunk már, úgyhogy, de ha valaki felveszi velem a kapcsolatot, és a LinkedIn-en megtalál, nagyon szívesen állok szóban érdekes emberekkel, érdekes kérdésekkel. Laci, nagyon köszönöm ezt a beszélgetést. Én néhány elemét ismertem a történetednek, de számomra is voltak új részletek, tehát nagyon hasznos, értékes tippek, tanácsok, amiből biztos vagyok benne, hogy a kedves hallgatók és a nézők is tudnak tanulni, fejlődni, inspirálódni. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm a lehetőséget. Hú, ez egy nagyon komoly beszélgetés volt. Ha rád is hatott, és téged is megérintett, akkor hoztam neked egy másikat, ami szintén ilyen hatással lesz rád. Ide kattints, ugyanis itt találod a képernyő ezen sarkában. És ugye feliratkoztál már.